terítik az asztalukat a Hotel Merops éttermében. A szálloda igazgatója azt mondja, egészen rendkívüli ez az év a turizmus tekintetében. Bár a nagy rendezvények elmaradnak idén, ami a borágazatnak és a vendéglátóiparnak sem kedvez, ugyanakkor a nyár óta megerősödő belföldi turizmus bőven ad nekik munkát. Több vendég foglalt náluk szobát és jelentkezett be borkóstolásra, mint tavaly ilyenkor, tette hozzá Mészáros Zsanett. Azt vettük észre, hogy az egyéni turisták, illetve kisebb turista csoportok nagyon szívesen látogatják a borvidékünket, nagyon szeretnek jönni, és igazából június elejétől azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek hozzánk, illetve a borvidékre, és nagyon szeretik a borokat, a bortúrákat, és nagyon, illetve eddig az volt tapasztalat, hogy egy-egy napot töltöttek itt, most pedig az, hogy inkább egy hetet, és végigjárnak mindent. Nyilván a nagy rendezvények hiányoznak, de ebben talán a kicsi rendezvények kiváltják őket, illetve az egy tett az, hogy a vendégek egyénileg jönnek, és megpróbálják magukat jól érezni. A pünkösdi hal és vad ünnep után a szexádi születi napok is elmaradnak. Ez pedig igen érzékenyen érinti a helyi pincészeteket, hiába több a turista, mint amennyi ilyenkor lenni szokott. Többek között ezért döntött úgy Mészáros Pál két másik borásszal együtt, hogy megrendez egy kisebb boros rendezvényt azon a hétvégén, amikor a szexádi születi napokat tartották volna meg. A Fekete Pince egy másik rendezvény sorozathoz csatlakozott, ami szintén szeptember 17-e és 20-a között zajlik a borvidéken. Több szolgáltatással igyekeznek minél több vendéget bevonzani és ott tartani, mondja Fekete Mihály Endre borász. Úgy véli, ez azonban nem pótolja a nagyobb rendezvényeket, és mindent összevetve kihívás elé állítja a borászatokat az idei év. Ez nagy érvágás mindenképpen, mert ennek azért nagy marketing értéke van a születi napoknak. Nagyon sokan először ennek szexád, először ismerik meg a szexádi borokat, a mi borainkkal is először találkoznak, és ezekből később elég jó vevők szoktak lenni ezekből az új megismerésekből, de most ez elmaradt. Tehát ez a, lehet, hogy hosszabb távú hatása is lesz ennek. A borturizmus gyakorlatilag leállt, pont abban az időszakban, amikor egy olyan jó vendégáró időszak volt, az kimaradt. Aztán most a nyár egy kicsit más, mint a tavalyi volt, egy kicsit többen jönnek, de hát ez nem pótolja ezt a kimaradt három hónapot. És most az ősz, hogy milyen lesz, hát ez a járványügyi intézkedésektől függ, hogy mennyire marasztalják otthon az embereket. Ez még a kilátások, hát én bizakodó vagyok, mert ha az ember nem volna optimista, akkor bezárná boltot. A borászatok vezetői a boros rendezvények megszervezése mellett gőzerővel készülnek a szüretre.